Nyugton tudsz lenni, csöndbe tudsz ülni, és ez egy fantasztikus dolog, hogy például általunk is sokszor megjelentek a ilyen korábbi beszélgetésnél, hogy leültünk beszélgetni, és volt, amikor csak csöndbe voltunk. Igen. Mi van akkor, hogy egyszerűen csak az ürességet ürességnek hagyjuk, nem rögtön valamivel föltölteni, mert valószínűleg sokan úgy vannak, hogy akik elkezdenék ezt tudatosan kezelni, ezt az egészet, akkor hirtelen rájönnek arra, hogy hoppa, egy-két órával több lehet a napba, Igen. és akkor oké, okay, mi mindent csinálnál. Persze fölmerülhet az is, hogy mi mindenről marad, marad le, de hát ezt tudjuk jól, hogy a csillogó gyémántok azok mindig megjelennek előttünk, és mindig tovább is mennek. És valójában, hogyha hagyunk ennek az ürességnek teret, megint olyan, hogy nem egy olyan dolog, amit csinálunk, hanem inkább egy olyan dolog, amit hagyunk, akkor elő tudnak bukkanni tényleg nagyon érdekes, mondjuk úgy megtapasztalások, vagy inkább ez a megtapasztalásoknak a hátterét meg lehet látni, hogy nem egy ilyen állandó cselekvés halmaz az élet, hanem az is jó, hogyha valami jön, és akkor is nyugton tudsz maradni, hogy éppen Úgymond, a világon nem történik semmi, és akkor az a legcsodálatosabb dolog. Igen, illetve ki lehet ezt vetíteni egészen kapcsolati szintre, ugye? Na például itt egy konkrét példa, köszönöm, hogy, hogy egy csomó, tehát hogy azokkal a barátaimmal, akik akkor voltak a barátaim, akikkel felnőttem, ők, ők megszüntettem a kapcsolatot. És ez többször volt ilyen életciklus, hogy ezt megtettem, Ma hallgatom néha egy-két ismerősöm, hogy jaj, de hát már a középiskolában is milyen jóba voltunk, és 45 éves, meg 50 éves, de hogy valójában inkább csak panaszkodott az illető a barátjáról, mint sem, hogy úgy, úgy igazán pozitívan csengő szavakat mondott volna róla. Belőlem ez ilyen ösztönösen jött akkor, hogy most erővel vagy a megszokásból minek tartsak fenn valakivel egy kapcsolatot. Nagyon sok, úgymond akkori barátom, az így eltűnt. Többször volt, kettőször volt olyan, hogy mindenki eltűnt, és mindig csak hogy is fogalmazzak, még nagyszerűbb és és, és, és elképesztőbb találkozások, és baráti kapcsolatok alakultak ki, uh -huh. tartanak többek közt jó pár tart mai napig is. Jó sok. Uh -huh. Hát meg ez nyilván megint a belső változáshoz köthető, mert ahogy belül megtörténik az a jellegű változás, akkor a külvilág ezt, ezt leköveti. Szóval, hogy akár valamilyen emberek akár kivonulnak, vagy lehet, hogy az életedből más dolgok is kivonulnak, lehet, hogy más helyre költözöl, de lényeg az, hogy ahogy belül történik ez a váltás után, ez minden másra hatással van. És ezzel visszakanyarodva tényleg még egy digitális minimalizmushoz, hogy ahogy ez egyrészt én kívülről elindító folyamat lehet, hogy akkor próbáljuk le vagy kivezetni, meg lecsendesíteni ezeket az eszközöket, akkor belül megláthatunk valami nagyon lényeges dolgot, ami már nem egy ilyen dolog természetű, és akkor utána a külvilág is teljesen átformálódik, hogy nyilván akár olyan emberekkel találkozunk, akik szintén hasonló értékekkel bírnak, akikkel már nyugton tudsz lenni, csöndbe tudsz ülni, és ez egy fantasztikus dolog, hogy például általunk is sokszor megjelentek a ilyen korábbi beszélgetésnél, hogy Leültünk beszélgetni, és volt, amikor csak csöndbe voltunk. Igen, igen. És igen. anélkül, hogy bármit hozzá kéne tenni, anélkül, hogy most kéne, jaj, tovább kell vinni a beszélgetést, mm -hmm. valamit kell mondanom. Nem, nem kell. Igen. Hanem van, amikor igen. egyszerűen csak elmondod a mondandót, ami szeretne megjelenni, és akkor csöndbe ülsz. Mm. És ez itt teljesen rendben van. Igen. És ugyanúgy van ennek tere, és emi egy kulcsa, hogy kényelmesé válik csöndbe lenni kényelmessé válik az az üres járat, amikor nem facebookozol, amikor nem hír híreket olvasol, csak nem egyszerűen vagy abban a megtapasztalásban, ami éppen van, lehet, hogy éppen a metrón vagy, és akkor csak figyeled a jövő menő dolgokat, a jelenséget, lehet, hogy belősz egy kávézóba úgy, hogy nem veszed elő a telefont, vagy nem húzol elő egy könyvet, hanem csak egyszerűen vagy. És ezt is érdemes tényleg ilyen módon kipróbálni, letesztelni, megnézni, hogy mi történik, és még inkább megnézni azt, amikor megjelenik az a kényszeres gondolatkötek, meg a gondolatcsunami, hogy akkor most muszáj tennem valamit.